Eljött az az idő, hogy visszaállítsuk a restaurált elemeit ennek a déli erkélynek, és most ugyanolyan módszerrel és ugyanolyan konstrukcióba állítjuk vissza, ahogy eredetileg volt. Kicseréltünk minden korrodálódó vaselemet, korrózióálló saváló acélra, és ezzel reméljük, hogy hosszú távon biztosítottuk ennek a szerkezetnek az állékonyságát, jóságát. Tulajdonképpen ezek az erős rudak, ezek tartják a szerkezetet, illetve egy felső kapcsozás és egy úgynevezett átfedéses, egymást tartó kőkiosztás. És ez a kőkiosztás tulajdonképpen az oldalirányú csúszás nagy mértékben meggátolja, tehát ezt eleve kiválóan megszerkesztette az, aki megtervezte ezt az erkélyt, úgyhogy az ő gondolata mentén az ő általa megtervezett elemkiosztásba, és minden elem tulajdonképpen ugyanarra a helyre kerül vissza, tehát ez biztosítja azt a következő 100 évet remélhetőleg, mint amennyit eddig ez a szerkezet eddig állt itt a helyén. Ennyi időt vesz igénybe a visszaállítás? A visszaállítás körülbelül egy hét, és utána jön a felületi javítgatás, fugázás, és a vas korlátnak a visszahelyezése, és utána gyakorlatilag kap egy hidrofóbizálást, egy felületvédelmet, víztaszító kezelést a kőanyag, és ezzel majd egyszer reméljük, hogy körülbelül augusztus közepére át tudjuk adni ezt az erkélyt.